Kijött a Doctor Strange folytatásának új előzetese, és hirtelen tele lettünk kérdésekkel. Például mit keres Charles Xavier az MCU-ban? Mégis hány Doctor Strange-et játszik el Benedict Cumberbatch? És végül, de semmiképpen sem utolsó sorban, ki lesz a főgonosz? Lássuk a válaszokat! Megérkezett a Doctor Strange az őrület multiverzumában új előzetese, amit látva a legtöbb Marvel rajongóban valószínűleg ugyanaz a kérdés fogalmazódott meg legelőször. Az ott nem X-professzor? Nos, úgy tűnik, az MCU multiverzuma most aztán igazán beindul, nem mintha a Lokiban vagy a Pókember nincs hazaútban annyira visszafogták volna a gyeplőt az alkotók. Az X-Men ikonikus mutánsának felbukkanása viszont megint egy új szint, és ezen kívül is rengeteg izgalmas részletet lebegtetett meg az előzetes. Az alábbiakban azt boncolgatjuk, mire számíthatunk az MCU első horrorfilmjeként apostrofált Doctor Strange 2-től az új jelenetek tükrében. Először is szögezzük le a legfontosabbat. Igen, tényleg úgy áll a dolog, hogy Sir Patrick Stewart újra eljátsza Charles Xavier professzort, és ezzel ő lesz az első fontos szereplő az X-Men filmekből, aki tiszteletét teszi az MCU-ban. Az viszont nem teljesen világos, hogy Stewart a karakter milyen változatát formálja meg ezúttal. Nyilván nem arról az Xavierről van szó, aki a 2017-es Loganben brutális halált halt. A Doctor Strange 2 előzetesében nem sokat láthatunk belőle, főleg a hangja leplezi le. We should tell him the truth. De abból a kevés részletből, ami feltűnik a képernyőn, két dolog szűrhető le, hogy kopasz, ez nem olyan nagy meglepetés, és hogy egy olyan fekete köntöst visel, ami hasonlít a 2014-es X-Men filmben az eljövendő múlt napjaiban látottakhoz. Talán ez az Xavier egy olyan univerzumból érkezik, ahol az idővonal nem lett helyrehozva? De a multiverzumról beszélünk, ami azt is jelentheti, hogy igazából egy teljesen másmilyen eddig nem látott X-professzorról is lehet szó. Ami fontos vele kapcsolatban, hogy egy olyan csoport tagjaként tűnik fel, amelynek tagjai szemlátomást a multiverzum felett őrködnek. Az előzetesben látható jelenetben Benedict Cumberbatch címszereplő varázslóját őrizetbe veszi ez a csoport, és felelnie kell a téridő ellen elkövetett bűnei miatt. Egy ideje pletykálják, hogy a Marvel moziverzumban hamarosan bemutatkozik az Illuminátus, a titkos társaság, melyet a képregényekben olyan hősök alkotnak, akik magukra vállalták, hogy minden lehetséges eszközzel megvédik a Földet. Meg lehet, hogy itt az Illuminátus első felbukkanását láthatjuk, bár egy kicsit átdolgozva, mert ők nem csak a Föld, hanem az egész multiverzum felett őrködnek. És vajon kik lesznek Xavier társai? Senki más nem lehet felismerni a szóban forgó jelenetben, viszont láthatjuk, hogy Ultron drónok kísérgetik Strange-et ezen a bizarr főhadiszálláson. Ez vajon arra utal, hogy Tony Stark és vagy Bruce Banner valamelyik variánsa is a titkos társaság tagja? Láthattunk az előzetesben egy olyan skarlátboszorkányra támadó alakot is, akit egyesek a fensőbbrendű vasemberként, mások Marvel kapitány egyik változataként azonosítottak. Ha az utóbbiról van szó, egyelőre nem tiszta, hogy ez a Marvel kapitány vajon kicsoda. Carol Danvers, vagy esetleg Monica Rambeau. Monica a képregényekben először a második Marvel kapitányként tűnt fel, majd Photon, Pulsar és Spectrum néven is hősködött. Azt a teóriát, hogy ő látható az előzetesben, az is erősíti, hogy a Doctor Strange 2 szorosan kapcsolódik majd a WandaVision történet, ahol Tyona Paris játszotta a karaktert. Ha pedig vasemberről van szó, az valószínűleg Superior Iron Man, azaz felsőbbrendű vasember lesz. Tony Stark ezen változata egy 2014-ben megjelent képregényes crossoverben bukkant fel, mely során Doctor Strange és Wanda egyik varázslata a visszájára fordult. Ez véletlenül megváltoztatta egy nagy küzdelem résztvevőinek erkölcsi iránytűjét, szóval a szuperhősökből gonoszok lettek, míg a szupergonoszok hősiesen kezdtek el viselkedni. Ez az amúgy is megalomániás, de mindig jóra törekvő Tony Starkból a legrosszabbat hozta ki, és a képességeit arra használta, hogy egy vírust szabadítson az emberiségre, melynek segítségével tömegek váltak az ő technológiájának függőjévé. Felsőbbrendű vasember képregényes megalkotója a Doctor Strange 2 új előzetese után maga is azt írta ki Twitterre, hogy a Wandára támadó alak a páncélzata alapján lehet ez a variáns. A film új plakátján látható egy vibránium pajzs, ami a What If-ben kapitányá előlépő Peggy Carteré. Vajon ő is az Illuminátus tagja? Nagyon úgy tűnik, hogy a tavaly bemutatott animációs antológia sorozatot ajánlatos megnézni, mielőtt jegyet váltanánk az őrületes multiverzum kalandra. Az előzetes tanúsága szerint Stephen Strange élete már közel sem olyan gondtalan, mint amilyen a Nincs hazaút elején volt. A Pókember film majdnem végzetes következményekkel járó eseményei, vagyis a multiverzum megnyitásának veszélyei súlyos teherként nehezednek a Doki vállára, és még a barátja Wong is beleáll amiatt, hogy nem hallgatott a szép szóra. Strange nagy valószínűséggel a Nincs hazaút történéseinek nem várt utóhatásaival szembesül az új filmben, és emiatt fordul segítségért Wandához, aki immáron skarlátboszorkány, valamint America Chavezhez, akit ebben a filmben láthatunk majd előtt.
először Szocsil Gomez megformálásában. A Doctor Strange 2 eddigi marketingjének elsősorban a hozzákapcsolódó játékfiguráknak köszönhetően tudjuk, hogy az őrület multiverzumában legalább három Strange fog feltűnni. Ezek közül az egyik Defender Strange, azaz a védelmező Strange. Ez a képregényes karakterre sokkal jobban hasonlító változat már felbukkan az előzetesben pár rövid képsor erejéig, és úgy tűnik, hogy a trailerben látható szobor is őt ábrázolja saját univerzumában. A jelenet azt csugalja, hogy az általunk ismert Doctor Strange egy kicsit maga alá kerül, amikor meglátja, mekkora hős válhatott volna belőle. A harmadik változat az, akit már az első előzetesben is láthatunk, ő Strange Supreme, a felsőbb Strange. Ez a What If-ben bemutatkozó karakter variáns elpusztította a saját univerzumát, miközben elkeseredetten küzdött azért, hogy megmentse Christine Palmert. Az új előzetes végén valószínűleg azt láthatjuk, hogy a rengeteg démon, akik a gonosz Strange testében laknak, megpróbálnak kitörni onnan. Az előzetes elején vélhetően Strange Supreme szentélyét láthatjuk, ami a semmi közepén áll. Ez az épület és a környezete, mintha megfagyott volna az időben, és nagyon emlékeztet He Who Remains palotájára, amit a Loki évadzárójában láthattunk. Sok szempontból érdekes kérdés, hogy a film vajon hogyan fog kapcsolódni az asgardi csíntevőt fókuszba állított tavalyi sorozathoz, mely megnyitotta az MCU-ban a multiverzumot. Végtere is X professzor felbukkanása is Lokinak köszönhető. Sokat még mindig nem tudunk a Doctor Strange az űrület multiverzumában cselekményéről, főleg ami a film fő gonoszát illeti. Ha hiszünk Karl Mordónak, ezúttal maga Strange az igazi rossz fiú, de ezzel még így sem megyünk sokra, mert hát belőle is több lesz. Azt tudjuk, hogy Strange megküzd Garantosszal, a Lovecrafti polipszörnyel, aki valószínűleg megegyezik, vagy legalábbis nagyon közeli rokonságban áll, Shumagorattal, akit a What If-ben szintén láthattunk már. Az egyik jelenet tanúsága szerint Garantos kifejezetten America Chavez vadászik, egy olyan karakterre, aki képességeinek köszönhetően tud az univerzumok között ugrálni. Azt sem lehet kizárni, hogy maga Wanda lesz végül a film főgonosza. A WandaVision végén nála maradt a Darkhold, amit annak érdekében tanulmányoz, hogy hát ha talál egy olyan univerzumot, ahol a gyermekei léteznek. Egy jelenet arra utalhat, hogy már meg is találta ezt a valóságot, hisz a környezet erősen emlékeztet Wanda és Vizió otthonára. Wanda azon is lamentál egy sort, hogy Doctor Strange hősként van beállítva, amikor az idővel és a valósággal babrál, őt viszont gonosznak tartják a mágia használata miatt. Ezzel és a rátámadó felsőbb vasemberrel vagy Mónika féle Marvel kapitánnyal együtt Skarlátboszorkány akár az MCU Harvey Dentjévé is válhat, egy olyan hősé, aki túl sok mindenen átment és gonosz lett belőle. Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a Marvel rendre megtréfál minket azzal, hogy nem az lesz a film igazi gonosztevője, akire mi számítunk. Az első Doctor Strange sem egy Kacilius elleni összecsapással ért véget, az igazi nagy ellenfél Dormammu volt. Szóval joggal feltételezhetjük, hogy itt is egy másik, természetfeletti erővel bíró gonosztevő mozgatja a szálakat, kezdetben csak a háttérből. Láthatunk minden esetre pár rejtélyes alakot, akik a Kamar-tárcsa varázslóira támadnak, és ott van a zöld Minotaurus is, aki nem más, mint Rintra, ő már egy saját akciófigurát is kapott, szóval számítottunk rá. Az előzetes azonban egy másik nagy gonosztevő eljövetelét is felfedhette. Amikor Stephen Strange felébred, rémálomként utal az életére. Rémálom, azaz Nightmare, a Marvel képregények legendás démonja, aki az álmodó halandók energiájából táplálkozik, és a rajongók régóta várják, hogy felbukkanjon a moziverzumban is. Strange elejtett mondata talán ezt vezeti fel, talán nem, de már Nightmare nélkül is elég gazdag választék van főgonoszokból. Strange Supreme-től kezdve a tengeri szörnyeken át a rossz útra térő skarlátboszorkányig. Egyelőre ennyit sikerült leszűrnünk a Doctor Strange az őrület multiverzumában új előzetese alapján. De a következő hetekben tuti, hogy érkezik még majd egy pár részlet a filmről. A legnagyobb kérdésekre viszont csak május 5-én tudjuk meg a választ, és ez így is van rendjén, hiszen akkor mutatják be a mozikban az MCU legújabb darabját. Nektek hogy tetszett az új trailer? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, mindenképpen verjetek rá egy lájkot.